Miért tettél úgy, mint aki elájult? Csak. És miért hagytad, hogy idehozzunk? Zsaru vagy? Találd ki. Nem vagy zsaru. Nincs neked annyi eszed. Csak valami perverz, aki arra gerjed, hogy megkötözik. Ne reménykedj. Szerintem mindketten tudjuk kettőnk közül, ki a perverz. Még egy ilyen beszólás is. Mi van? Ennyire kemény vagy, hogy megmersz ütni egy megkötözött nőt? Ez kemény tempó tényleg. Igen, főnök. Te sem esezgetsz nekem. Az agyam eldobom. Nem igaz, hogy képtelen vagy kordában tartani néhány ájú csajt. Tudom, főnök, tudom, de ezzel az utolsóval valami nem stimmel. Ezt ide küldték ránk szaglászni. Mindjárt ott vagyok. Jó, kösz, kösz, főnök, kösz. Jó, kösz, kösz, főnök, kösz. Ide figyelj, anyukám. Mindjárt itt a góré. Jobb, ha nekem mondasz el mindent, mert ha ő szedi ki belőled, az maradandó emlék lesz. Nem jól, megtaláltátok a liszt? Még nem. Veled minden oké? Okay? Igen. Nem történik semmi a világon. Helyes. És van már valami nyom? Sehol semmi. Mindjárt visszajövünk és átfésüljük a szomszéd utcát is, de te csak maradj az autóban. Roland, már felfogtam, oké? Okay? Na, szia. Szia. És piás. Ilyet nem szabad mondani egy hölgynek. Én egy kicsit ittam, és ez ennyi. De szeretnék magába kapni. Persze. Egy pillanat. Ezt kérem. De miért beszél a telefonomat? Megkérem a taxit. Nem. Majd én hazaviszem, csak előtte iszunk egy kávét. Ó, ez de jó lenne egy kávét. Ez tényleg. De hol van ilyenkor kávé? Szóval. Sehol, de én itt lakom a közelben. Jó, de én nem vagyok ám olyan lány, tudja, aki csak... Bele a szomszéd utcába. Mit adtál neki? Ez benne a legjobb. Semmit. Egyedül oldotta meg a dolgot. Matrészek. Nem sok bajunk lesz vele. Inkább azt mondd meg, hogy mi a fenipén, aztán el már megint. Én semmit? De az is tudja, hogy ez a csaj nem itta meg a piát, amiben a cucc volt. Mi? Az kizárt. Mondom! Csak szimulált. Ha nekem nem hiszel, kérdezd meg Nórát. Jól van, most már mindegy. Adj neki egy új adagot is, kész. Ha szóltam a spanoknak, hogy jöjjenek értünk, hogy nyalábold össze a bigéket, mert elépünk innen. Itt vagytok? Még negyed óra? Oké. Akkor mindjárt menjünk mi is. Na! Indulás van! Na, gyerünk okay. Már! Nem bírom. Na jó, nekem erre nincs időm. Szedd össze ezt a kettőt, én hozom a másikat. Ne csinálj! Tündérke, ébresztő! Ébresztő! Nincs alvás, kettől, ébresztő! Szedd már össze magad! Mondom, hogy minden oké? Én jól vagyok. Barbi, te normális vagy? Most hagytam volna elsétálni. Egyébként a kukaborogatás nagyon jó ötlet volt. Fido, az egyik szemétláda meglépett az ablakon keresztül. Azt mondj, segít. Mi van? Az a rohadék lelőtte Csömit. Fido, kapjátok el, ezt nem úszhatja meg. Tibor, siessetek. Nézzel, csak most hívott. Na, kollégák. Lánykereskedő bandának vége. Az éjszaka leszámoltak velük egy Tutaj utcai lakásban.
három lány kiszabadult, családok visszakapták őket, mindenki boldog, a probléma csak az, hogy nem mi ütöttünk rajtuk. Akkor ki? Egy rivális banda? Egyelőre nem sokat tudunk. A lakásban nem találtunk új lenyomatokat. Akárki intézte, profi volt. Ez karamellás? Nem. És a két halott? Mondom, Benke István és Szalai Nóra. Két oldalas bűnlajstromuk van. Egy nemzetközi embercsempész banda tagjai voltak. És két lány mit mondott a helyszínen? Be voltak drogozva, kórházba kellett vinni mindkettőt. Kihallgattuk őket, de a lövöldözésből sajnos nem emlékeztek semmire. Annyit azonban megtudtunk, hogy volt velük még egy férfi, akit Benke főnök megszólított. Úgyhogy reméljük, Lázár Jankának róla is lesznek infói. Ő a harmadik lány. Igen. Mire kiértünk a helyszínre, Iván nem volt ott. A kollégák most hívtak, hogy már úton vannak vele ide. De ha ki akarjuk deríteni, hogy kilőtte le az elrablóikat, csak az ő vallomásában bízhatunk. Szóval a főnök meglépett, és a támadókról sem tudunk semmit. De még elkaphatjuk őket. A lényeg, hogy a lányok megkerültek. Az igaz. És az erdőben eltűnt srácról tudunk valamit? Bódolaj Szabolcs. Igen, egyelőre nincs nyoma, de a kutyás felderítők folytatják a keresést. De legalább kizárhatjuk, hogy őt is ez a banda rabolta el. Fido, annyi dolgotok volt, hogy elkapjátok ezt a szemetet. Követtük, de aztán egyszer csak eltűnt. Bocs, főnök. Ne szórakozz már velem, lelőtt egy ember, mint a Szentségét. Van egy kis, össze eltakarodik a városból. Mára élni akar. Jó reggelt. Tűnés. Neked is jó reggelt. Hova? Kávézni, életem, ugyanis este nem nagyon hagytál aludni, tudod? Megfőztem. Ó, tényleg. Fú, nem is bírok neki ellenállni. Én sem. Mi van veled? Látom, jó hatással volt rád a tegnap esti kalandunk. Ja, egyébként hogy merted kockára tenni az életedet? Ezért még számolunk. És mégis hogyan elfenekelsz? Dehogy nem. Pedig, na mindig. De nem volt nagy kunsztom, hogy felismertem a pasit, aztán tudtam, hogy ő vitt el a liszt, eljátszottam, részeg vagyok, hát magával cipel is bejött. Ennyi. Merész húzás volt, tudnék nélküled nem biztos, hogy kihoztuk volna a liszt. De valóm azért reméltem, hogy utánam jössz. Hát a világ végét. Jó. Ez. Konrád. Nagyon hiányzott. Alíz, mi újság? Gyere be. Történt valami? Nem, semmi különös. Én Barbarához jöttem. Hozok kávét, dúcsizatok. Szia. Három. Hogy tegnap megmentetted az életem, és azért jöttem, hogy megköszönjem. Figyelj csak, megtettem, amit kellett. Nem gondoltam, hogy ennyi kraft van benned. Kösz, öröm volt veled dolgozni. Mondjuk így, hogy azért tanultam valamit a börtönben. Jó, ezt nem lehet megtanulni. Valakinek vagy van vér a pucájában, vagy nincs. Öljeim, kávé. Te, kösz, de én elmondtam, amiért jöttem, nem zavarnék. Roland, szerinted a zsaruk tudják, hogy mi kaptuk el ezt a bandát? Kizárt, nem hagytunk nyomot. Igen, az egyik lány viszont látott engem. Valószínűleg be volt anyagozva, de azért adhat rólam személyleírást. Hát akkor reménykedhetsz benne, hogy nagyon készen volt, és nem emlékszik semmire.